Sziasztok, üdvözlök mindenkit a gyűjtögetős sorozat harmadik részében. Itt a harmadik nap hajnala. Éjszaka bejártam az egész területet, és minden szemetet átkotortam, mindent végiglútoltam, és itt található az eredmény. Igen. És amire szert tettem, hát ugye azt tudjátok, hogy van egy kincses térkép, amit ki kéne ásni a mai nap folyamán szerintem, hogy legyen pénzünk, mert ma még ki kell vennünk minden jó dolgot a trédertől. Viszont találtam még egy kincset, sőt, találtam még egy kincset, úgyhogy három kincsünk van. Én azt gondolom, hogy meg kéne próbálni a kincseket felfedezni és kiásni. Lockpickből van 17 darabunk, mert lockpicket is találtam, ám dobta a gép. Úgyhogy én azt gondolom, hogy gyorsan elugrok a traderhez, lepakolok nála, meg eladok ezt-azt, és utána rothadt hús. Utána megyünk a kincset kiásni. Vagy mennyi most a kincset kiásni? Ja, és itt van egy ilyen sárga bunkó is. Hoppá. Ez föl se tűnt itt nekem. Nem válaszoltatok, hogy mi legyen esetleg ezzel a szemét teleppel, de én úgy döntöttem, hogy ez lesz az én kis bázisom, mert jó sok lehetőség van benne. Mennyit tudok belerakni? Még bele tudok egy dolgot rakni, és szomjas a karakter. De vízünk az van, úgyhogy az gond nélkül jöhet. Iszunk kettőt is, sőt, akár hármat is iszunk. Így, né. És akkor... ja, hát igen. Jó. Ezt a bunkós botot kirakom ide, mert ez biztonsági tartaléknak jól jöhet. A kávét el fogom vinni, mert az staminát, hogyha véletlen ásni kell. Vannak vetőmagok, úgyhogy ha farmplotot találok, akkor már így azt is lehet nyomatni. Kipakolom, amit el akarok adni, és akkor azt elviszem. Miért van itt külön szék? Csak 10 széket tudok magamhoz rakni. Akkor ide lerakok egy széket. Így, ne foglalja a helyet. Bent kipakolom, ami nekem érdekes lehet. Üres. Ez is üres. Nézzük csak, mi van itt. Itt egy automata. Óhó, van pénzem. Négy pénzem van, de van még pénzem. Jó, ezt meg se néztem. Jó, ide kipakolom, ami nekem fontos lehet. Miért nem ment ez? Na mindegy, kipakolom. Ez a Fort Bites, ez jó lehet, mert károk enyhítése. Mit jelent ez? Ja, igen, a sérüléseket enyhíti, amit kapok, a sebzést. Kirakom a fájdalomcsillapítót is, az is jó lehet még. Ezt úgyse tudom eladni, úgyhogy kirakom. Lőszert, igen, jó. A vas az javításhoz jól jöhet. És akkor a wrenchből se kell kettő, lesz tartalékom. Az első slot, ez még üres? Nem tudom. Megjavítom. Oké. Ezt az ajtót nem nyitom itt ki. Ez zárva, oké. És akkor itt felcuccolok még.
Ezeket eladom. Ezt is. Üzemanyagot azt megtartom, mert azért az hasznos. Ú, jó sok varrókészletem van, abból is vihetek eladni. A csőből is. Ez a recept is mehet. Jó, és itt elmegyek ide a kecó felé. Mert itt szerintem, hogy a tradernél van a pénzem. Lehet, hogy a tradernél van a pénzem. Na mindegy, itt kimegyek. Nem emlékszem pontosan, itt fölpakoltam egy csomó dolgot. Aha. Oké. Na, irány a trader. Mi odaérünk, ki is nyit. Na, kinyitott a trader, addig kivágtam egy kis fát. Nézzük. Na nézzük, mint az automatában is, van-e valami. Ah, itt is van sugarbats. Jó. Veszünk egyet. Ja, már vettem is egyet. Tényleg. És vajon tudok eladni neki ezekből? Azt mondtátok, hogy ezt leszkreppelhetném, és úgy többet érne a pisztoly. És tökre igazatok van, úgyhogy ezt le is szkreppelem. Are you okay there? Na, hát akkor kereskedjünk. Ezeket még nem veszi meg. Semmi baj. Na. Hát 1333 pénzt csináltunk. Az szerintem nem rossz. Oké. Lehet, hogy már most vásárolok is, hogyha már ez a cukorka aktív. Akkor miért ne vásároljak? Nézzük csak. 7200, jól van. Na, amit szerezni akartam, ez a sledge. Ez nekem nagyon kell. Ez feltétlen kell. És 5902. Jó, megvesszük. Akkor, ami még kell, ugye, és itt nézegettük, az a beton. Beton mix. 1700. Ennyi most nincs. De szerintem még lesz. A másik, ami kell, a beton keret. A rebar frame.
800-ért, akkor ezt megveszem mind a 95-öt. Ú, az jó. És akkor a maradékon veszek betonmixet. Na, 50. 40. 50. 100. Mert ezt ilyen stackbe lehet venni. Vagy 100-at veszek, akkor 100-at veszek. Are we done here? Igen, meg vagyok, köszönöm. Akkor most lépek is. Hát a pénzt itt hagyom, mert minek hurcolászom. Ne, otthon van az automata, még abból tudok venni dolgot. Oké, okay, akkor húzás van. És kipakolok otthon. Nagyon jó kis szerzeményeim vannak. És megyek kiásni a kincset. A kincseket. Na, megérkeztünk az első helyszínre, elég veszélyes környék ez itt, mert azért itt vannak állatok, de azért megpróbálom kiásni a cuccost. Kicsit odén megyünk, mert a medve elég közel jött. Megnézzük a másik kincset addig, azt is kicsit kiebb ássuk. Vettem az automatából, ami nálam van, egy jailbreaker-t, ami segít az eredményes zárfelnyitásban. Jól is fog jönni, hogyha nem kell tökölni, ugyanis ezek a kincsek ezek mindig zártak. Remélem az a medve el fog tűnni, mert nem akarok vele foglalkozni. Voltam olyan balfék, hogy otthon hagytam. Jaj, otthon hagytam egy csomó lőszert. Na most itt is ások egy kicsit. Jó, megvan a kincs. Nagyon közel van a puma. Most beveszem ezt a cuccot, és nyissuk ki. Remélem nem fog a puma rám támadni, és le tudok lépni innen nagyon gyorsan. Hajrá, 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 gyerünk. Oké, mi van benne? Ó, nagyon sok pénz. Jó van, menjünk.
húzzunk innen. Menjünk vissza a másik helyre. Megpróbálom a havat ásni. Hát ha azzal jobban le tudom szűkíteni a kört. És megpróbálom 10 percen belül még kiásni. És nem medvével találkozni. Megvan az újabb kincs, és suki. Úgy érzem, megérte ezt a jailbreakert megvenni. Nagyon jó. És most minél rövidebb úton húzzunk ki a zöldbe. Ha lehet életben maradva. Aztán majd megnézzük, hogy mi a szerzeményünk. De most szeretnék kijutni innen. És átmenni a harmadik kincshez. Iszonyat nagy mákom volt. Fú, halljátok. És többszörös mákom volt. Egyrészt, hogy megtaláltam ezt a kincses térképeket. Ott a szeméttelepen mindjárt kettőt is. Továbbá az a mákom, hogy havassa jöttem, és hagytam otthon egy csomó lőszert, alig hoztam magammal hülyeségből. De szerencsére nem akart megtámadni se a medve, se a puma, és még a favágó zombik is békén hagytak. Jól van. Na, mi újság? Hát ez megjavítom, aztán majd tartaléknak jó lesz. 9500 pénz, lőszerek, jó. Oké, ezt az Exploding Crossbow boltot lehet, hogy eladom. Ezek nem kellenek. Oké. Kajálok. Na és még a következő küldett kincses térképhez. Nem hiszem, hogy lesz már esélyem kiásni még a jailbreaker hatása alatt, de azért megpróbáljuk. Na itt a harmadik kincs, kezdjük el ásni. Megvan az utolsó kincs is. Most már nincs jailbreakerünk.
Nézzük meg, hogy így mennyi bekerül kinyitni. Na, kettőbe került, nézzük. Szuper. Nagyon jó. Hát, srácok, 13.373 pénz. Ez azért eléggé szép összeg. Azt gondolom, hogy most visszacaflatok a traderhez. Időközben találtam egy üzemanyag finomítót, benzint finomítót, úgyhogy ezt elmentettem, mert ha lesz járművem, akkor majd a benzint szerezhetek. Vissza a traderhez. Ó, bocsánat, ide a traderhez. Igen, ez egy katonai bázis. Tehát vissza a traderhez, és akkor lehet, hogy közben kilútolok egy kisebb épületet. Na, hát túl sok érdekesség nincs, de fönn tudom, hogy van egy szép, amit jól lenne megnézni. És lesz itt pár zombi is. Ha? Kisebb-nagyobb zombik. Ó-ó-ó-ó. Leestél, haver. Na, hol van a feleséged? A ház úrnője. Oké, itt egy pénztárca. Üres. A fák, azt elvisszük. Jó lesz világításnak. És akkor nézzük, mi van itt a ládában. Ó, itt egy fegyveres kupac. Egy lőszeres kupac. Nagyon jó, szerintem. Ez már jobb, mint ami nekünk van. Aha. Így. És van egy lámpamód. Helmet light mód. Hú, de jó. Na, hát van világításunk is. És egy páncél. Jó. A lábra is. Szép, szép, szép. Oké, rendben van. Éhes vagyok. Hát, az most így nem oldódik meg. Viszont ezt a páncélszekrényt kinyitom. Hát, ha sikerül. Jó, hát 4 lopik kellett hozzá. Egyáltalán nem értem meg kinyitni. Sajnos. De ebből tanultunk. Szerintem a tradernél lévőt majd később fogom kinyitni. Most inkább megyek a traderhez. Na, megérkeztünk. Kicsit bekajálok itt most, veszek ezt-azt, tele vagyok zsével. Úgyne, jó. Ez az, együnk csak, megérdemeljük. Sokat dolgoztunk ma. Ígyni. Jól van. És tapasztalati pontot is szereztem. Egyet éjszaka, meg egyet az ásások alatt. Ha az intellektre még akarok rakni... Intellektre ott az, amire akarok rakni?
Intellektre kéne rakni, mert akkor level 4, Battle Barter level 3. Meg itt is kéne majd az erőre rakni. Akkor rakok az intellektre egyet. És... kettes szint, az még nem elég a Battle Barterhez se. Pamel Pete következő. Aha. Hát igen, mind a kettőre rakni kéne. Jó, még az intellektre rakok még egyet. És akkor következő meg tudok rakolni a küldés részre. Hogy hívják? Na. Battle Barter. Battle Barter, igen. Akkor az a kereskedősre. Oké, jó. Na. Nézzük, miből élünk. Quickly. Bekapom a cukorkát, aztán kereskedünk ismét. Oké, hát ennyi volt. Hát agyag, sokat nem kezdek. A többit nem tudom eladni sajnos, de így is van 15 ezerem. Plusz még itt is van. Ja, azt hazavittem, azt a pár százat. Jó. Akkor ide kirakom a páncélt. Majd a következő körbe eladom. Még lehet, hogy ezt is eladom. Nem hiszem én, hogy ez kelleni fog nekem. Crossbow az egyelőre nincs. Úgyhogy szerintem eladom neki. That's right. Do the math. És akkor nézzük, mi van még a kínálatában. A beton, ezt feltétlen megveszem. Megveszem a lockpicket is, mert jól jön. És lehet, hogy akkor veszek tárolókat is. Mert miért ne? Például veszek ilyen lőszeres ládát, kettőt, és szerintem ennyi. Más nem veszek egyelőre. Hát itt egy könyv. Ezt még megvehetném. Tojást is megveszem. Kaja. Bar Brawling mód. Bar Brawling 4-es kötet. Megveszem. Tech Junkie. Megveszem. Kimaxoljuk ezeket a sorozatokat. Repair kit. Megveszem. Oké. Jó, én úgy gondolom, hogy ezzel megvagyunk. Biciklit nem veszem meg, mert ott az összeállításnál ott is craftolni kell. Tehát azt nem tudom, kompletten kéne szereznem egy biciklit, de az meg nincs szerintem. Jó.
Time to move on. Na, ideje menni valóban. Lehet, a Rettiből veszek kettőt. És akkor megyek haza. Ezt megeszem. Ezeket meg elolvasom. Jó. Jó. Na, gyorsan még megpróbálom bocsánat, ezt a küldetést teljesíteni. 265 méterre van. Remélem nem lesz egy vészes, mégis egy tier 1-es küldetés. Gyorsan végigszaladunk rajta, aztán talán ez így belefér még a ma estébe. Jó, hát ezt a házikót ismerem, ez egy vészes történet. Ezen viszonylag gyorsan végig lehet menni. Azt nem tudom, hogy most csak ki kell takarítani, vagy be kell gyűjteni a cuccot is. De mindjárt. Hello! Jó van, staminával gazdálkodni kell. Hoppá! És már van lámpám is. Stamina nincs. Tútolgatunk. Közben. Na, valaki. Gyere. Te vagy az a valaki, ugye? A hölgy is föl kell. Jó reggelt, vagy estét, bocsánat. Napszakhoz illő megszólítás. És még itt van valaki. Hello. Na, ugrálunk, ugrálunk. Hoppá, csak gyorsan bejövünk, becsukjuk az ajtót, és bejöttél te is. Pacs. Oké. Na már csak ide fel kell menni, és akkor itt kell a padlást megnézni, és meg is vagyunk. Általában ezek a legnehezebben menő dolgok. Na, jól van. Üdvözlöm. Na ezért van itt ez a puska. Kész is vagyunk. Jó van. Na, akkor nézzük meg, mi van ládákba. És még haza is érünk talán időbe. Szendó. Hát, az most nem kell, köszike. Aha. Jó. Hát ezek sok használt nem veszem. Rendben.
Oké. Na, akkor még visszafelé itt körülnézek. És akkor megyek. Valami grillezett hús. Hát csak grillrács van. Ragasztó, oké. Jó. Lőszer, azt köszönöm szépen. Szaporítjuk a lőszert a horda éjszakára. Mennyi főzőedényt ad ez a játék? Hihetetlen. Még egy brunch. Nagyon jó. Örülök neki. Lassan lehet elkezdeni szétszedni dolgokat, hiszen van javítószettem, van brunch. Három is. Úgyhogy el vagyok látva. Könyves polc. Na? Szuper! Nézzük csak, mi van itt. Metal chain mode. Hát jó, mindegy. Elolvasom. Éjszaka 5%-kal több bónusz kapok a gyilkolásért, vagy XP-t. Nagyon jó. Szuper. Jó, és mint a pincébe körülnézünk. Garage store. Semmi. Jó. Itt sincs semmi. WC-be víz. Szemetes. Oké. Okay. Ah, első segélycsomó. Szekrény. Jó. Oké. Okay. Jól van. Hát akkor úgy érzem, hogy mehetünk is. Itt végeztünk, menjünk haza. A haza az... Merre van? Ott van, igen, az X-el jelölt helyen. Jó van, szépen hazamegyünk, és akkor otthon lehet, hogy elkezdem már így a kicsit az építkezést az éjszaka folyamán, mert van pár nyitott ajtó, amit szeretnék befalazni, hogy nem mindenhonnan jön zombi, hogyha arról van szó, hogy itt este vagy balhé lesz. De majd meglátom. Meg lehet, hogy átpakolok a másik ép. Csezd meg. Mit csinálsz? Te ki vagy? Ne akarjál most itt jönni, jó? Kedves kolyot. Szeretnél bejutni a kis bázisomra. Még a 10 óra előtt. Sikerült hazaérdünk. Itthon vagyunk. Ide belakok egy széket. Így. Akár még egyet. Jó, szuper. Itt nem tudom, hogy éjszaka még kilútoltam-e mindent. Sötét volt, nem láttam sok mindent, de úgy látom, hogy igen. Oké, na hát ez az egy kis báziskám, amivel gazdálkodni kell. Még lehet, hogy ez is lehetne. Ez hogy vannak ezek a blokkok? Kiütöm, aha. Lehet, hogy ebből is lehetne egy ilyen hordavárót csinálni. Hogy itt felugrálnak. És akkor lepifölöm őket. És végül is fedve vagyok, itt van egy tető. Tehát a keselyük nem bánthatnak. És akkor ez egy ilyen hordaváró terem lenne. Ez meg itt a bázis belső része. Ugye... Ez is jó tárolásra, a Chemistry Station. Itt ki tudok jönni a tetőre. És itt meg le tudom menni a földszintre.
Ezt az ajtót be kell falazni. Aha, ezt is lehet egy ilyen, ez egy ilyen tároló, raktár, lehetne mondjuk. Ó, ezt a könyves polcot meg sem néztem. Ah, micsoda recept van itt. Night Stalker. Éjszaka jobban tudok lopakodni 5%-kal. Hát ez pont jó. És akkor ezt is befalazom. Hogy csak föntről a zombiknak ott lesz egy ajtó. Esetleg ott lesz egy ajtó. És remélhetőleg azt megtalálják és bejönnek ide ebbe a részbe. Úgyhogy ez a terv következő részre. Én megköszönöm, hogy követtetek, és további szép napot kívánok nektek. Várlatiteket a következő epizóddal. Addig én itt szerintem átpakolok a másik házból, kicsit átrendezkedek, és lett itt a környékkel, még takarítok, összeszítjük ezt-azt.